Három fejes váltva forgató heti titán ekénk, 3 éve tagja gazdaságunknak, megérkezésekor egy ágyekét váltott le, ami szintén heti volt. Az előző gépből és a céggel ápolt kapcsolatból kiindulva egyértelmű volt a döntés, hogy ismét ezt a magyar márkát választjuk. Esetünkben a háromfejes kivitel volt a nyerő, valamint mindenképp a Titáneke család az erős vász szerkezetével, hogy bírja a kötött talajon való munkát is, valamint már akkor tervben volt a gazdaság bővítése egy nagyobb erőgéppel, így ezzel is számolnunk kellett. Az Eke paralelogramma hidas vász szerkezete roppant erős, 150x100 mm-es vastag falu zárt szelvényből készült. 3 pont függesztő szerkezete 2 darab kúpgörgős csapádgyal van ellátva, ezzel biztosítva az ellenállást függőleges és hosszirányú erőhatások ellen. A traktor alsó függesztő karjai egy szintén rendkívül erős vonótengelyhez csatlakoznak, ami egyszerűen levehető a függesztő szerkezetről, ezzel könnyítve az esetleges sérülésből történő cserét, valamint az eker átcsatolását a traktorra. A vonótengely 2 vége szabványos mérettel rendelkezik, 3-as kategóriájú függesztő elemek használatára alkalmas. A 3. pont orsót feljebb tudjuk csatlakoztatni az ekéhez, itt több lehetőség is adott, 4 hosszúkás furat közül választhatunk, amik lehetővé teszik az eke talajegyenetlenségből adódó mozgását. A traktor orsója és az eke közti kapcsolat létrehozásáért felelő csap az imént említett vonótengellyel szemben 2-es kategóriájú függesztőelem biztosítására alkalmas. A gép munkamélységének beállításáért az eke végén található gumiköpennyel szerelt kerék felel. Ez az egység kialakításából adódóan nagy örömünkre nem csak eredeti feladatát hivatott ellátni, hanem alkalmas arra, hogy a munkaeszközünket szállítási helyzetben vontassuk félig függesztve. Ez óriási előny, hiszen az eke tekintélyes tömeggel rendelkezik, ez egész pontosan 970 kg, így a traktort nagy mértékben terheli, de ezzel a tulajdonságával kiméri az erőgépünket, valamint biztonságosabbá teszi a szállítást. Ez az átszerelés kevés erőfeszítéssel rövid idő alatt megtehető. A kereket 90 fokkal el kell forgatni, amit egy csap kihúzásával tudunk megvalósítani. Ezt követően a mélységállításért felelő menetes elemeket félre kell hajtani, hogy ne akadjanak el kanyarodás közben a kerék konzoljába. A 3 pont függesztő szerkezeten található szállítás biztosító csapot a megfelelő helyzetbe kell mozdítani, ez biztosítja, hogy az eke átfordítás közben félúton megálljon. Az átfordítás után rendkívül fontos, hogy miután a gép szállításra alkalmas helyzetbe került, a traktor 3. pont orsóját le kell kapcsolni az ekéről, hogy a domborzati viszonyokból adódó mozgás közben ne tegyen kárt a szerkezetben. A gép bőséges állítási lehetőséggel rendelkezik. HT-n 45-ös kormánylemezzel szerelt ekefejei 33, 38, 44 és 50 cm-es szélességet tudnak forgatni 1050 mm-es ekefejosztás mellett. Az állítható fogásszélesség miatt egyéb járulékos beállítások is szükségesek. Az első ekefejek fogásszélességét a paralelogramma hídban elhelyezett menetes orsóval állíthatjuk, míg az eke párhuzamos futását a paralelogramma alakzat vége és a váz merevítése között található orsóval módosíthatjuk. Itt a párhuzamosság állítással kapcsolatban szeretném még megemlíteni, hogy a támasztókerék párhuzamos futása is állítható egy ügyesen kitalált szegállító lemez segítségével. A mélységállításért az eke végén található menetes támasztók felelnek, ezeknek ütközik neki a kerék konzolja, mikor a gép földet ér. Az állítható munkamélység miatt szükséges az eke szántás közbeni függőlegességének állítása is, ez elől a 3 pont függesztő szerkezet 2 oldalán található dőlés állító csavarral variálható, ezeknek ütközik neki a fordító konzol átfordításkor. Tapasztalataik szerint a gép könnyen beállítható, ami nagyon fontos, hiszen nem csak a szántás minősége múlik ezen, hanem a kopóalkatrészek egyenletes kopása, terhelése, valamint még sok aprónak tűnő, ám el nem hanyagolható tényező. 82 cm-es vázmagassága kiemelkedő a piacon, ennek köszönhetően a gép kevésbé hajlamos a szártömeg összehúzására. Túlterhelés ellen 16 mm átmérőjű nyírócsavarok biztosítják a szerkezetet. Az ekefejeken az orrbetétek és a koptató pofák forgathatók, nálunk mindkét alkatrésznek a második fele kopik jelenleg.
Összességében egy kiváló ekéről van szó, bármelyik nagy és ismert márka nyomába tud lépni. Szeretjük használni, egyszer sem bántuk meg a választásunkat, és valószínűleg nem is fogjuk. Kezdetekben MTZ 1025-ös erőgépünkkel használtuk, jelenleg pedig MTZ 1221.5-ös traktorunk húzza. Fejlesztési terveink között egy gyári szántás elmunkáló fésű berendezése szerepel. Ennyi lett volna ebben a videóban, a következő gépbemutatóban újra találkozunk, amiben egy újabb gépünket fogom bemutatni. Köszönöm a figyelmet!